Kedves nézőink és hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, Párbeszéd az emberért, egyházak szerep a mai társadalomban, és a mai vendégemet, Orosz István atyát, a Máriapócsi kegyhely igazgatóját, aki elvállalta, hogy onnan mondjuk egy 250 kilométer, jól mondom, körülbelül azért egy ilyen beszélgetésen azért a rádió és a televízió hallgatói, illetve nézőinek azért ad egy olyan tájékoztatást, hogy ez a Máriapócsi most már Európa Mária kegyhelye közé felvett, jó pár éve felvett, azért nem biztos, hogy Magyarország minden állampolga tudja, hogy mit rejt magába, és miért érdemes elmenni és meglátogatni, ahol ő fogadja a vendégek nagy részét. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Egy picit azért az Orosz Istvánról, hogy hogy is került oda, milyen előútja volt, hogy került egy gyerek születés után mondjuk erre a szép szolgálatra, aminek most azt lehet mondani, hogy lehet, hogy csúcsán vagy. Nem biztos, de mondjuk most egy csúcs van, az biztos. Korban mindenképp a csúcsán vagyok, legjobb korban. Egy picit hadd javítsak bele, jó? Mert hogy nemzeti kegyhely. Bocsánat, nemzeti kegyhely. És ez az igen. Érdekes, mert hogy két igen, nemzeti igen, kegyhely igen, jó. Magyarországon is. Jó, ez már az állam részéről is. Meg nekünk is azért fontos, hogy a nemzetnek jó. Az egészet, tehát nem csak görögkatolikus, hanem nyilván római katolikusok is nagyon sokan előfordulnak, sőt, reformátusok is, és nagyon sok kereső ember is. És ezért is fontosnak tartom, hogy hangsúlyozok, hogy ez a nemzetért van Máriapócs. És hál' Istennek, hogy egyre többen meg is érzik azt, hogy nem feltétlenül csak görögkatolikusok jöhetnek el. Hát önmagamról, ha Máriapócsot és önmagamot egy picit egymás mellé teszem, akkor néhány kilométer különbséget találok, mert Nyírbátorban születtem. Ennek az az érdekessége, hogy édesapám is görögkatolikus pap, és az ő szolgálati helye Máriapócstól egy gyalog két és fél megközelíthető egyházközségben, Nyírderzsben volt, és én ott nőttem föl 18 éves koromig. Tehát a gyerekkori vallásosságomban, istenkeresésemben benne volt Máriapócs, mert éves rendszerességgel az őszi kisboldogasszonynapi búcsúra eljöttünk gyalogosan. És ez nekünk egy jó buli volt akkor gyerekként, hogy ugye mezitlábasan, korán kelve, lovas szekérrel viszik a cuccunkat, mi ott elporoszkálunk, és odérünk a Szent Liturgiára, ott végig szunyukáljuk a Szent Liturgiát egy pokrócen, és aztán kimenjünk a bazárba, és hazamegyünk a szíjostorral, a similabdával, ami úgy nélkülözhetetlen kelléke volt a búcsuknak. De mindezzel együtt azért már gyerekkoromban ott van ez a gyökér, hogy Máriapócs, hogy valami olyan fontos dolog, ahova el kell menni. És ezt a kelt, ezt most óvatosan mondom. Tehát nem egyszer. Rendszeresen el kell menni, és nem azért, mert valaki rákényszerít bennünket, hanem bele tartozik az Istenre való kapcsolatunkba az, hogy elzarándoklunk Máriapócsra. Tehát egy belső szükségszerűség, ami hozzátartozott az életünkhöz. És aztán az élet sokfelé irányított, mert akkor költöztünk el, szüleim akkor költöztek el Máriapócsra, amikor én bevonultam katonának Lentibe, és letöltöttem a katonai szolgálati időmet. Az egy büntető század volt. Hát most én azt gondolom, hogy nagyon sokat köszönhetek ennek a másfél évnek, emberileg. Tehát olyan találkoztatok azért. Így van, hát büntetett életűek voltak Lentiben, előfelvételisek és teológusok. Hát, ez a három réteg volt, és első lépcsős laktanya. De egy nagyon-nagyon érdekes másfél év volt, és így felnőtt fejjel visszanézve azt mondom, hogy nekem nagyon-nagyon jót tett. No, és akkor katonaság után a szeminárium. Szeminárium után dolgoztam egy évet Miskolcon, likörgyárban, megint egy érdekes kanyar az életemben. De hogy kezdtél? És hát dolgoznom kellett, és akkor likörgyárban dolgoztam. Tehát ez volt egy év, amikor el kellett tartani a családot, és mikor likörgyárban dolgoztam, akkor került fel a palettára Kárpátaljának a képe. És 90-től egészen 2009 februárjáig Kárpátalján éltünk a családommal. És Hol?
Hát két szolgálati helyen volt, az egyik az Tiszaújhely, a nagyszülősi járásban, a másik pedig Beregdéda, vagy Homokdéda, a Beregszász járásban. De a likőrgyár és a diploma megszerzése, azaz pappá szentelés közt azért valahogy... Érzel egy kis luftot? Igen, itt van. Van egy kis luft benne. Ha akarod, beszélhetünk róla, mert nem egy egyszerű történet. De azért ez a te életpályádnak része? Igen, nagyon-nagyon része. Hát nem is tudom, hogy beszéljünk róla, hogy ne erre vigye el a beszélgetésünk az irányát, hogy finoman fogalmazzak, nem fogalmazok, finoman megmondom úgy, ahogy van. A lényeg, hogy a görögkatolikus egyházi fegyelemben az a törvény, vagy az előírás, hogy ha valaki befejezi a tanulmányait, utána köt házasságot, és aztán szentelik. Na most nálunk annyi nehézség történt ebben a dologban, hogy én tisztességtelen módon gyermeket nemzettem a feleségemnek a pappászentelésem előtt, ami abszolút nem akarom mentegetni, nem akarok mellé beszélni, tehát egy helytelen dolog volt. Helyes volt, csak a törvényekkel nem volt szinkronban. Nem voltunk házasok. És akkor ennek következtében, tehát én a negyedik évet a teológián, a szemináriumban már külsősként csináltam a vizsgákat, amiket meg tudtam csinálni, és az abszolutóriumomat is jóval később tudtam megszerezni, és ezért dolgoztam egy évig a Miskolci likőrgyárban, mert akkor egy akut probléma merült föl, hogy decemberre vártuk a Mátyás gyermekünket, és egzisztenciát kellett teremteni. Ja, értem. És akkor dolgoztam a likőrgyárban, laktunk egy miskolci kétemeletes ház földszintjén, ami az apósoméké volt, szépen bekapcsoltunk, igyekeztem bekapcsolódni a miskolci egyházközségnek az életében, ott hitoktatással, énekléssel, és akkor merült fel Kárpátaljának a képe, és vágtunk bele ebbe a nagy kalandba. Hogy lehetett akkor kimenni Kárpátaljára? Kinek hát lehetett menni gyalog. Jó, de kinek kocsival? Az engedélye? Ja, igen. Hát ez megint egy bonyolult kérdés. Tehát magánember voltam, magánemberként mentem ki, és Ortutai Elemér bácsiról beszéltünk, tehát ő volt akkor ott a magyar ügyeknek az összefogója, és őt kerestem meg, és vele, illetve hát az ő hátszelével mentem el az akkori megyéspüspökhöz, Szemedi János, mondhatnám Iván megyéspüspökhöz, aki annyit mondott, hogy jó van, fiam, jöhetsz, van két hét gondolkodás idő, döntsd el, eljössz, és akkor két hét van pappá szentellek. És akkor engem gyakorlatilag Kárpátalján szenteltek pappá Ungváron, az Engelsz utcában, az Ortutai Elemér bácsiéknak, az ebédlőjének az asztalánál. Teljes titokban teszem hozzá, tehát néhány fénykép készült a dologról. Ez egy nagyon-nagyon megható történet. Még így 28 év távolából is elfogódok tőle. Már csak azért is, mert olyan változásokat hozott a gondolkodásomban, a kereszténységemben, a magyarságomban, ami nem biztos, hogy megtörtént volna. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek Kárpátaljának. Nagyon sokat köszönhetek Kárpátaljának. No, 18 év voltunk Kárpátalján, ha érdekel még, akkor kérdezhetsz róla. És 2009-ben költöztünk vissza Bekecsre. Kárpátalján mondtad, hogy két helyen volt. Igen, tehát Tiszaújhegy és Homokdéda, Beregdéda. Ezek tiszta magyar települések? Nincs Kárpátalján ilyen tiszta magyar település. Nincsen? Tehát egy-két olyan szláv család, aki benősült, vagy házastárs, vagy pedagógus, vagy egészségügyi dolgozó van. Tehát Tiszaújhegyben különösen, tehát sokan voltak szlávok, és egyre többen, és kellett is a szláv nyelvvel azért szolgálni. És ez egy nagyon érdekes dolog. Most ruszinul, ukránul vagy? Panásemú, tehát hogy a liturgikus nyelv egyébként az ószláv volt. Igen. Abban az időben, és akkor én ezt ugye az orosz előtanulmányom révén viszonylag könnyen megtanultam olvasni. Volt egy nagyon jó mentorom is, Ricinko János atya személyében, és Tiszaújhegyben ez rendszeres volt, hogy a liturgián, ha
azokat a neveket hozták, akikért imádkozni kell, ha ciril betűvel volt felírva, akkor szlávul mondtam a könyörgést. Ha magyar betűvel volt felírva, akkor magyarul mondtam a könyörgést. Aha. Tehát gyakorlatilag minden liturgiában volt egy-két szláv nyelvű könyörgés is. Na, és akkor Dédamár az sokkal magyarabb település volt, de ott is van egy kis szláv közösség, most már van egy kis ortodox templom is. És ott is előfordult, hogy szláv nyelven szolgáltam. De akkor már ott tulajdonképpen görögkatolikus templom volt? Igen, és vissza is adták a görögkatolikus templomot. Már akkor vissza is adták. Tehát ezért tudott kinevezni Szemedi püspök úr Tiszaújhelybe, mert akkor adták vissza frissen a görögkatolikus templomot. Az is érdekessége a történetnek, hogy Orosz Atanász püspök atya volt előttem egy héttel ott liturgiát végezni, még akkor Orosz László szerzetes papként, és akkor én egy hét múlva léptem bele az ő nyomdokaiba. Na, szóval ez egy nagyon érdekes hőstörténet. És mit szóltak az ortodoxok? Hát nem örültek neki. Voltak, el akarta törni a lábamat. Hát én ifjú titánként ott gondoltam, hogy itt mindent meg lehet szeretettel békésen oldani, és felkerestem a magyarul jól beszélő ortodox kollégát, és ő fogadott is kulturáltan, nem szeretettel, de kulturáltan, és az édes testvére, aki 30 méterrel odébb volt, akkor úgy oda kiabált, hogy erígy haza, mert eltöröm a lábadat felkiáltással, és ő nem csitította különösebben a testvérét, hogy hagyd már, mert az én vendégem. Na, szóval nem örültek nekünk. Hát most gondoljuk, fordított helyzetben egy 40 éves ortodox templom használat után, amikor ők keresztelnek, ők eskednek, ők temetnek, egyszer csak kiszorulnak a templomból, akkor az egy konfliktus helyzet mindenképpen. A kérdés az, hogy mekkora volt a közösségük. Így van, tehát itt mindig az emberek döntöttek, hál' Istennek, és sokszor a magyarság és a katolicitás volt a döntő, és a katolikusság. Hát ezek az emberek, hál' Istennek, szóval beszéljek róla? Beszéljek. Kétféleképpen álltak hozzá alapvetően az emberek. Az egyik csoport azt mondta, hogy én nem megyek a templomba, mert ortodox pap szolgál. És akkor elment, mit tudom én, a római katolikus templomba, el is veszett a görög katolikus egyház számára. Mert 40 év alatt ott szocializálódott, ott keresztelt a gyerekeit, ott kötött házasságot, ha meghalt, ott temették el. A másik rész, aki azt gondolom, hogy bölcsebben döntött, azt mondta, hogy én elmegyek a templomba, mert az én apáimék építették. Igen. És ezt a templomot fenn kell tartani. Én tudom, hogy görögkatolikus vagyok, de elmegyek, mert a templomot fenn kell tartani. És amikor lehetőség volt rá 88-89-ben, akkor ők adták be a kérvényeket, ők mozgatták a dolgokat, és ők kapták vissza a templomot nagyon-nagyon sok helyen. Na ezt látod, ezt nem tudja sok ember, hogy hogy alakult ez a váltás. Igen. Ugye egy jogsérelem jogorvoslásához azért kellett maga a közösség, mert végül is a közösség érdekében volt az egész. És azok, akik esetleg római katolikus templomba mentek, egy része azért gondolom, amikor újraindult, azért visszajött. Egy része. Ez, hogyha most nagyokat nézzük, hát a Jéghegynek a csúcsa. Uh-huh. Nem baj, tehát reméljük, hogy ez Isten országa. De mindegy, de az a lényeg, hogy az önálló egyházközségek újra működhettek, ez volt a lényeg. Igen. Így van. És ebben te részt vettél, azért ez egy misszió. Hát mert pont egy átmeneti időszak. Átmeneti időszak volt, igen. Ugyanakkor én nekem ahhoz, hogy most hol kerül át templom, hol nem, most ahhoz semmi közöm nem volt, hogy a Tiszaújhelyi templom hogy kerül át. Ahhoz már volt, hogy mondjuk a Mátyfalvi templom. Mert akkor már ott laktam Tiszaújhelyben, és a Mátyfalvakkal volt kapcsolat, ott nyilván elmentem temetni, ha hívtak, és akkor látták, hogy van élet az ortodoxia után is, mert nagyon sokan ettől féltek, hogy jó, átmegy a templom, de ki fog benne szolgálni? Nincs pap, nem volt papnevelés. Tehát ez egy nagyon érdekes történet volt. Legalább 5 év, míg az újakat kinevelik. Tehát 97-ben szentelték azokat a papokat, atyákat, akik már a rendszerváltás után kezdték a tanulmányokat. És ott volt 7 év, amit meg kellett oldani. Hát ebbe tudtál te részt venni. Így van. Tehát ilyen értelemben volt része a dolognak. Volt részem a dologban, de azt a szót kikérem magamnak, hogy misszió. Hát ez jó, így szolgálat. Kikérem magamnak. Mert az engem misszionáltak a Kárpátalja. Jó, hát persze. Én nem voltam olyan vallásos, mint ők papként. Tehát én megtanultam tőlük bőjtölni, megtanultam tőlük imádkozni, megtanultam tőlük nem sietni a liturgia végzéssel.
Tehát ezek fantasztikus dolgok. Tehát igenis ők misszionáltak bennünket úgy, hogy 40 évig az ortodoxok gondozták őket, és ezt köszönjük szépen az ortodox testvéreinknek is. Igen. Ez egy nagyon jó, amit mondasz. Megmondom miért, ugye most, amikor a görögkatolikus egyház új főpásztora van, most már három egyház, magyarul beszélünk, ő visszatér egy picit a régi ortodox liturgiára. Te pedig belementél egy... Tehát gyakorlatilag te ott használtad Igen. már azt a szokást, ami 40 évig kialakult. Egy dolgot hagyd mondjak el, bár ezt a kedves nézők nem biztos, hogy fogják érteni, de hogy nekem a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy oda kerültem Tiszaújhelybe, és a királyi ajtón, amit te már tudsz, mióta voltál Mária Pócson, a királyi ajtón ott a függöny. És ezt a függönyt behúzzák a minisztránsok. Én magamtól nem tudtam volna, mikor kell behúzni, a minisztránsok tudták. A minisztráns hozza nekem az úgynevezett zeont, Igen. A szentség elegyítésekor, hogy én öntsem a kehelybe, és nem tudtam, hogy ez mi, mert én ezt nem tanultam. Viszont tettem, mert tudtam, hogy ezt ők, ha így csináltak, akkor így csináljuk. Akkor így. Tehát ez nagyon-nagyon érdekes dolgok. Nagyon érdekes dolgok. Nagyon jó. Látod, ezért is érdemes volt találkozni, mert amikor mi találkoztunk, azért idáig nem jutottunk el, Igen. hogy ez a fajta nem misszió, hanem szolgálat, egy új, valaminek az újjáélesztésében van részvétel, azért ez azért mégiscsak valahol ad számodra egy óriási muníciót. Igen, igen. Nyilván volt egy olyan érzésem, mikor ott az Engels utcában Pappá Szenter püspök úr, emlékszem is rá, hogy egy vasárnap reggel volt, hogy akkor én is mondtam néhány szót, és erről beszéltem, mert június 10-e volt, hogy része lehetek ennek a feltámadásnak. És voltunk ott 10-11 néhányan, mint akik tudtak Krisztus feltámadásáról. Tehát icipici történet az, hogy most elindult a görögkatolikus egyháznak a története 90-ben, és akkor egyszer csak 2009-ben pedig már hál' Istennek annyi hivatás van, hogy gyakorlatilag nyugodtan mehetek Isten hírével. Hát kérdezem már azt, hogy ugye te kimentél és ott szolgáltál Magyarországról, rajtad kívül többen mentek ki akkor? Tehát olyan nem volt, aki kiköltözött volna. Bejöttem. Viszont többen voltak, akik kijártak. Ki Lakatos László atya, aki még most is él, Salkari György atya, aki azóta már a felülről imádkozik, figyel ránk, ő is járt ki, tehát voltak, akik kijártak. Egy picit ugye említettél egy település, Nyírgyers. Igen. Nyírgyersen gyönyörű, szép templom van. Régi dolgot a György atya fedezte fel. Én meglátogattam egyszer. Nem tudta, hogy én ki vagyok, és nem is azért mentem. Egy kitelepített sváb barátom Wertheimből mondom, nézed meg Magyarország. Jártál Felső-Tisza, jártál ezen a vidéken? Nem. Mondom, akkor olyan helyre viszlek el, hogy tudjad, hogy milyen Magyarország. Ugye 46-ban kitelepítették őket, Óbuda is svábként. Elég az hozzá, hogy ott a György atya fogadott bennünket, és megmutatott mindent, de olyan szeretettel, hogy ez a Rudi bácsi, aki már sajnos már nem ér a Weber Rudi bácsi, erre emlékezett a legjobban, az egész úgymond Felső Tisza végén. Hát ezzel Nyírgyers ez így. És később megtudta, ez a... Milyen György volt? Kriskó György. Megtudta, doktor Kriskó György. Igen, megtudta a Pregumpistán keresztül, hogy én voltam ott, mint volt államtitkárként. És írt nekem levelet, hogy én miért nem mondtam. Mondom, nem az az érdekes, hogy én miért mondom. Az, hogy te ilyen szeretettel fogadod embert, aki arra jár, és meg akarja tudni, hogy mit csinálsz. De hogy milyen szeretett volt az emberekben, amikor ott beszélgetünk, és akkor jön egy teherautó tökökkel, vagy mit tudom én, és akkor, atya, fogja már meg! Szóval tulajdonképpen ő ott egy igazi szeretett emberként, pillanatokon belül lehetett érzékelni, hogy ő ott van otthon. Aztán, hogy mi lett vele, tudom, hogy már nem él, de Isten nyugosztalja, de végül is azért sok embernek emléket hagyott. Na jó, Nyírgyers. És most akkor eljutunk 2009-ig. 2009, Bekecs. Igen. Bekecs, ez egy hegyaljai kis falucska, egy nagyon-nagyon szerethető közösség, egy gyönyörű ékszerdoboz templommal. Itt 2,5 évig, hogy mondjuk, repatriálódtunk, vagy hogy is mondják, ez vissza
szoktunk, mert újra kellett tanulni Magyarországot. Hát, a 19 év alatt a rendszerváltás után hihetetlen változások történtek, majd esetleg mondok egy-két példát, vagy nem mondom, mert de mondja, akkor mondom, ez a lényeg, hogy egy ember életén keresztül mi mindenem megy keresztül, ami egy kicsit mutatja Magyarország változását. Na, hát akkor mondom azt, hogy Kárpátalján úgy néz temetés. Kárpátalján nincs olyan, hogy társadalmi temetés. Nincs. Tehát csak, én nem láttam ilyet. Csak pap. De még ennél többet mondok neked, olyat se láttam, hogy hamvasztásos temetés. 19-es pap voltam, és bekecsen temetés, kimegyünk a ravatalozóhoz, ott van a ravatal, rátesznek egy ettől nagyobb virágvázát, az én ismereteim szerint. És akkor zsugom ott a segíteni, és akkor kit fogunk temetni? Hát ott. Ember. Hát ez egy urna. Én ilyet nem tudtam. És na, szóval ez az egyik dolog, az, hogy Kárpátalján a papra szükség volt. Itt, ha a pap nem tette magát fontossá, akkor egész héten elleltek, mint a befőtt. Ez Magyarországról beszélek. És még egy-két dolog, tehát ugyanakkor akik ott voltak, egy tényleg nagyon lelkes, nagyon aranyos, nagyon szerethető kis közösség, azért is beszélek ilyen szeretettel róluk, mert minden évben el szoktunk menni Bekecsre, mert elzarántoklunk Pócsról, Sajó Pálfalára gyalog, és akkor egy estét Bekecsen alszunk, és tényleg nagy szeretettel fogadnak bennünket. Na, szóval Bekecset őrzöm így a szívemben, szépen aranyosan, gyönyörű vidék, jók a borok, jók a pálinkák, és az emberek is, hál' Istennek. És akkor 2,5 év múlva jött Ózd, a másik nagy szerelem. Nem szerelemként indult a történet, mert amikor egy éjféli találkozásnál a tokai vendéglő előtt Püspök atya kiszáll az autójából, és köszönésként azt mondja nekem, hogy Ózd, már tudtam, hogy valami dispozíciós, de Ózd, akkor hát a világ végén van, lepukkant, tele cigánnyal, ott már nincs is élet. De hát, ha Ózd, akkor Ózd. És gyönyörű 5 évet töltöttünk Ózdon. Megint csak egy óriási tanulási lehetőség volt a számomra, hogy Ózd a maga múltjával, ipari múltjával, illetve hát most munkás múltjával, rengeteg megkereszteletlen él Ózdon. Ez az egyik összetevő, és hihetetlen élmény volt, hogy egy tőlem fiatalabb kollégának mondtam, hogy figyelj már, mit kezdjek én Ózddal? Hát én és mindig falusi gyerek voltam, nyírt, de ezután Ózd, tehát ez 35 ezres város. Azt mondja, figyelj csak, ugyanarra az evangéliumról van szó. Az emberek ugyanazt akarják. Egy fiatal srác, mondom, és akkor jó, ettől kezd megnyugodtam, és 100%-ig igaza van. Tehát még talán jobban éhezték az evangéliumot, mint azok, akik ebben nőttek bele. És hihetetlen élmények voltak, volt, hogy családot kereszteltünk meg Nagyszombaton. Mm-hmm. Felnőtt embereket, őket készíteni, vezetni a kereszténység felé. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon érdekes perspektívának az egyházközség. Ez a jövője annak az egyházközségnek. A másik jövője pedig a cigányság. Mert én mindig szerettem a cigányokat. Komolyan, tehát nem tudom miért, pedig Dezsben egy darab árva cigány nem volt, amikor én ott éltem 18 évig. Cigány onnan én jártárt Jánosiból, őt ismertem, meg karácsonykor jöttek kántálni néhányan cigányok, és akkor a cigány testvéreim, tehát mindig volt bennem egy vonzalom a cigányság felé, lehet, hogy a lazaságuk, vagy a bohémságuk miatt, és soha nem féltem tőlük. Soha. Tehát nem. De ők ezt érezték. Hát hogyne? Hogyne? Hát egyet hagy mondjak el, hétes telep, ha esetleg hallottál róla, hírhedt telep Ózdon, és egy barátommal lemegyünk a kocsival. És nézzük, hogy ül a kocsival, megy össze, mi a baj? És te bemersz jönni ide a kocsival este? Hát mondom, figyelj már, hát emberek laknak itt is. És nem, tehát tényleg nagyon-nagyon nagy tiszteletet kaptunk a cigány testvéreimtől, és ez a szeretetem azt gondolom, hogy még mélyült velük kapcsolatban. Én nem mondom azt, hogy a cigányok viselkedése mindenben követendő, de hogy kell és lehet tőlük tanulni, ebben teljesen biztos vagyok. Sokan félnek a cigányoktól. Tehát, hogy jaj, mind agresszív, nyilván van agresszív cigány. Tehát egészen másképp élik meg az érzelmeiket. Tehát, ha valakit nagyon szeret, akkor hirtelen is, rögtön is már. Ha valakit utál, akkor az hirtelen is, rögtön is már. Tehát ez egyszerűen tudni kell. A másik dolog,
hogy van egy olyan mentalitásuk, amit nekünk nem kell megtanulni, de mindenképp ismerni kell. Egy konkrét dolgot hagyd mondjak, megbeszéltük, hogy fél hétre megyek egy cigány családhoz, és akkor felnőttekkel fogunk ott beszélgetni. Fél hétre megyek, ott van a házigazd, és senki más, meg én. Négyed óra múlva jönnek néhányan. Még négyed óra múlva megint néhányan. És egy háromnegyed óra múlva összejön a csapat. Úgy, hogy senki nem dolgozik, semmi más elfoglaltságon nincs, de ők ilyen lazán kezelik az időt. Amiben van valami szép is, hogy hát ők az örökké valóságban élnek, és hát az a mértékadó. Nem, az, nem idegesített, akkor, nem idegesített. Előbb-utóbb jönnek. Akkor idegesített? Akkor igen. De most már tudom, hogy ez nem direkt bántás volt, vagy a személyem iránti tiszteletlenség. A másik nagyon érdekes dolog a cigányokkal kapcsolatban, vagyis a következő nagyon érdekes dolog, hogy én nem találkoztam ateista cigánnyal. A cigány, most lehet mondani, hogy babonásan, vagy akármi, vagy primitíven, vagy egyszerűen, vagy tudatlanul, de hogy hisz, ez teljesen biztos. Ez teljesen biztos. Ha nem hisz, akkor a nem cigány ember fertőzte meg. Ebben biztos vagyok. Vagy ő tőle tanulta meg, hogy ezt kell mondja ateista. Egyébként nem hiszek az ateizmusban se. Na, most ez másik kérdés. Ami még nagyon érdekes, hogy a tisztelet. Tehát, hogy attól kezdve, hogy én fölvettem a reverendát, attól kezdve nincs kérdés. Tehát, amikor egy tőlem idősebb cigányasszony azt mondja, hogy nálam pap még nem volt. Könnyes szemben. És nem mondtam semmit, nem csináltam semmit, csak ott vagyok. Nála. Az otthonában. Hát, ha egy nem cigány családhoz mész, akkor mi a protokoll? Felhívom. Alkalmas? Hát nem biztos, hogy alkalmas. Jó, akkor beszélj meg időpont. Előtte megint felhívom, hogy akkor alkalmas, és esetleg bejutok. A cigánynál bármikor megyek. Igen. Abba hagyja, kiteszi a tüdejét, hogy egy konkrét dolgot, hogy mondjak, bementem Kökény Pista barátomékhoz, nagyon régen hallottam már róla, üdvözlöm a képernyőn keresztül is, nyári, ilyen időben. Szomjas vagyok? Hát persze, hogy szomjas vagyok. És akkor a gyerek a 2,5 literes, nagyon olcsó Tesco kólát issza a flakonból, és abból öntenek nekem. Hát na, valószínűleg az emberek 90%-a, ha nem kezd öklendezni, de legalább udvarosan visszautasítja. De én hálát adok a jó Istennek, hogy nekem ez nem jelent problémát. Megütöttem a mikrofont. Nem jelent problémát, hogy nyugodtan tudtam, hogy nem lett kiütésem tőle, nem lettem herpeszes, és még fonnál gondolataim se voltak, hanem örömmel és szeretettel tudom én, hogy a szagukat bírom. Mert lehet mondani, nem. Van egy jellegzetes illat, mondjam, hogy illatnak, ne szagnak, mondjam. És engem ez nem zavar. Le tudok ölni közéjük, meg tudom inni a poharukból az üdítőt, tudok enni az ételükből, és ezért nem győzök hálát adni Jóistennek. Nem győzök hálát adni Jóistennek. Még egy dolgot hagyd mondjak el, amit nekünk, nem cigányoknak kell megtanulnunk tőlük, ami pedig megvolt a közösségemben, csak már rég kihalt. Egy búcsú után levittem egy tálca süteményt. És akkor a házi asszony elkezdi felvágni. Tudtam, hogy 3 gyerek van. És egy tálca sütemény jut mindenkinek, degeszreheti magát. És akkor elkezdi felvágni a zserbó szeletet 3 kisebb részre. Hát vágjad. Nem értem, de hát csinált. És akkor alig, hogy én leültem, néhány másodperc, vagy 10 másodperc múlva, bejön az első cigány gyerek. És Márta adja neki a darab süteményt. Aztán más, 10., 20., 30., és szétosztott az egész süteményt. És hát ilyet, hogy kaptak valamit, attól kezdve az már a közösségé. Igen. És hát ez megdöbbentő. Hát na, szóval nagyon szép emlékekkel jöttem el. Ózló, gyönyörű a vidék, tehát azt tényleg szeretni kell, azt a vidéket. Tehát Magyarországnak egy ékszerdoboza. Akkor a dombokkal környékkel. Van nem messze Szlovákia, gondolom időként. Így van, azért. Hát is néztél a felvidéket. Fülekkel volt egy baráti kapcsolatunk, meg síelni elmentünk egy évben egyszer. Uh-huh. Na és akkor 5 évet töltöttünk Ózdon. Én azt gondoltam egyébként, hogy az lesz az életem nagy dobása. Mert most vagyok 53 éves, 46 évesen kerültem Ózdra. 46 év az
életközép, még az emberek már van tapasztalat, még ereje is van, és akkor na, teszünk valamit, és így tettük a dolgainkat. Tényleg. De benne voltunk társadalmi életben, pályázatban, hitoktatásban, közösségszervezésben, tehát tettük a dolgunkat. És azért mondom mindig több eszem, hogy tettük a dolgunkat, mert ez a családot jelenti. Tehát a feleségemet és a gyerekeket is. Otthon voltak, mindig bekapcsoltak az egyházközség életébe. És akkor Ózd után következik a Mária Pócs, ami úgy történt, hogy utaztam keresztül Mária Pócs, én éppen Kárpátaljára tartottam egy lelki gyakorlatra, és fölhívtam Ábel atyát, és mondta, hogy gyere már be, ha úgyis erre jársz. Bementem, és akkor azt mondja, hogy Mária Pócs. És én akkor annyit tudtam mondani, hogy egy, és ezt nagyon komolyan gondolom, ez Bekecsre is vonatkozott Dédára, vonatkozott Tiszaújhelyre, vonatkozik Ózdra, vonatkozik Mária Pócsra, és vonatkozik arra a helyre, ami Mária Pócs után lesz, vagy ha lesznek több helyek, akkor azokra a helyekre is vonatkozik, hogy akkor még kormányzó atya volt, hogy nekem nincs helyhez és pozícióhoz kötődő hivatásom. Tehát, hogyha Ózd, akkor én ott is pap vagyok. Ha Mária Pócs, akkor megpróbálok ott is pap lenni. A másik dolog az volt, amit mondtam neki, hogy Mária Pócsra érzésem szerint minden görögkatolikus papnak megdobban a szíve. Ha csak hallja akkor is, nem úgy az, hogy most ő legyen ott pap. A harmadik pedig, hogy álmaimban, vagy hát 46 éves korában az ember már azt is letett valamit az asztalra. 26 éves pap. Ként, ezüstmise után, hogy letett valamit az asztalra, most már azért jöhetne valami oroszlán, vagy akár. De Mária Pócs a gondolataimban se. Tehát a jéghegy csúcsa alatt sem. Tehát a víz alatt lévő jéghegyben se. Tehát nem. Ugyanakkor azt mondtam, hogy ha a főpásztorok így gondolják, amiben egy hihetetlen nagy bizalmat tapasztaltam erről meg, mert ez három főpásztornak a döntése. Tehát nagyon-nagyon hálás vagyok nekik azóta is, még ha belehalok ebbe a Mária Pócsi történetbe, mert tényleg... Nem, valami úgyis belehalok, és benne lesz Mária Pócs is. De nem mindegy, mikor. Bocsánat, kérlek, egy idő után tök mindegy. De nem akarunk erre elmenni, tehát nem, az idő nem számít, hát az örökké valóságról beszélünk. Köszönöm szépen, és bizalmat. Nem érzem, most se érzem magam alkalmasnak Mária Pócsra, arra feladatra. Tehát ez egy annyira összetett, annyira sokrétű. Ugyanakkor van néhány nagyon jó munkatársam, akik elfogadtak, tudjuk egymást kölcsönösen tisztelni, és azt hiszem, hogy nem ártunk Mária Pócsnak, hanem próbáljuk úgy csinálni, hogy jó legyen. Aranyos volt ez, amit mondtál. Ugye nem mindenki tudja azt, hogy közös döntése volt a három. Beszéljünk azért erről, hiszen azért a görögkatolikus egyháznak a történetisége, pláne most nem régen lévő döntésből adódóan, ugye önállóvá vált, teljesen önállóvá és közvetlen vatikáni kapcsolatban, jól mondom, ugye? Igen, ez mondjuk megvolt eddig is. De nem... az, hogy ez az egyház szervezet kialakult, ez a három püspökkel egy metropóliával, ez adja meg az igazi súlyát a görögkatolikus egyháznak. A magyar görögkatolikus egyháznak. Azért az, hogy végül is melyik ez a három? Hát a Debrecen... Debrecen hajdudrogi főegyházmegye, igen, amihez tartozik Hajdú-Bihar megye, és a három másik, vagy a három megyén kívüli területek, az úgynevezett szórvány. Van a Nyíregyházi egyházmegye, ami Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének a területét jelenti, gyakorlatilag a közigazgatási területét jelenti, és van az úgynevezett Miskolci egyházmegye, ami nagyságrendileg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyének a területét jelenti. Tehát ugye akkor mondjuk a neveket is, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, így van, hogy egyszer Kocsis van. Fülöp metropolita atya, ő Debrecen, az egész görögkatolikusságnak a vezetője, feje, és akkor van Atanász püspök atya, mert korban ő következik szentelési sorrendben a Miskolci egyházmegyének a megyés püspöke, és van Szocska Ábel püspök atya, a Nyíregyházi egyházmegyének a megyés püspöke. Igen. Talán iktatták, igen, be, vagy püspöki. Püspökké szentelik. Szentelték. És beiktatják, igen, a hivatalába. Beiktatták, igen, mert előtte ugye kormányzó volt. Tulajdonképpen ez a, és ilyen értelme Mária Pócs, a Nyíregyházi egyházmegyéhez tartozik. Ez egy bonyolultabb kérdés. Ja. Nem biztos, hogy bele kell mennünk, mert jó, nem biztos, hogy érdekel bennünket, mert hogy mint parókia a Nyíregyházi egyházmegyéhez tartozik, annak a területén van, de mint kegyhely,
Hát metropólia igen. Intézmény, így a metropóliához tartozik. Jó, hát igen, meg ráadásul. Ugye, viszont egy szálat elhagytunk, a cigányságnak a szálát, és ez azért érdekes most, mert ugye beszéltünk Hajdú-Bihar megyéről, beszéltünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről, és beszéltünk Borsod-Abolcs-Zemplén megyéről, igen. Illetve a cigányságról, és a görögkatolikus egyház cigány pasztorációjáról. Igen. Tehát ha ránézünk a térképre, hogy hol vannak a görögkatolikusok, és hol vannak a, vagyis a görögkatolikus egyház megyék, és hol van a cigányságnak a többsége, az gyakorlatilag erre a három megyére vonatkozik, vagyis mi következik ebből, a mi cigány pasztorációnk, az nem csak evangélium kérdés, hanem létkérdés is. Igen. Tehát nekünk nagyon erős, hagyományos, görögkatolikus egyházközségünk néptelenednek el. Most csak egyetlen érdekességet hagyd mondjuk, Mária Pócson nem is gondolnád, hogy van cigány közösség, van egy nagyon aranyos kis, nagyon normális cigány közösség, de a bölcsődés korú gyerekeinknek 60%-a cigány származású. A nem cigány családban felnövő fiatalok, azok 90%-ban elmennek. A cigány fiatalok ott maradnak. Most ez egy társadalmi átrendeződés. És Mária Pócs még ennek a folyamatnak csak az elején van. Igen. De nagyon sok olyan egyházközség van, ahol gyakorlatilag a cigány közösség meghaladta a nem cigány közösséget, vagyis ha az egyházközség élni akar, akkor buta, ha nem veszi észre, hogy a cigány közösségnek ugyanúgy szükség van egyrészt az evangéliumra, hiszen ott vannak ők is a területén, másrészt az egyházközségnek a léte függ tőle, hogy lesznek-e hívek abban az egyházközségben. Nagyon jó. De most Mária Pócson vagyunk, és azért, ha valaki Mária Pócsra látogat, akkor annak a történetiségét meg kell, hogy ismerje. Erről azért, hogy végül is mi az, ami nemzeti kegyhelyé tette ezt az egészet. Ugye Pócs településnek hívták valamikor, de hát ezt ne én mondjam el. Nem, hát a Pócs település volt egy jellegtelen, nyírségi falucska, aminek a népesség rendeződés következtében volt egy görögkatolikus közössége is, a maga kis fatemplomával, ami nagyon sok településen így volt a középkor folyamán, most is a 17. század végéről beszélünk. És igen. Ebben a kis fatemplomban, aminek a berendezése egy tipikus kárpáti típusú fatemplom lehetett, ikonosztázionnal és egyebekkel, ennek a fatemplomnak az úgynevezett alapképe, az alapképén lévő istenszülő ikon, szeméből bőségesen folytak a könnyek, 1696-ban. Na most ez indította el tulajdonképpen az egész történetet. Igen. Itt egy kis csavar belekerül a történetbe, mert az az ikon, ami 1693-ban könnyezett, az elkerül Bécsbe, császári vagy császárné döntés. Hát Mária Terézia. Eleonora császárné. Illetve Leó császárnak a döntésére. Ugyanakkor nem sok idő elteltével kerül egy másolat. Mária Pócsra az eredetinek a helyére, és az igazán izgalmas történet 1715-ben indul el, amikor a másolat könnyezik Mária Pócson. És ekkor döbbennek rá Mária Pócsok, hogy hoppá, itt nem egy táblaképről van csak szó, hanem a helyről. Igen. És ezt a csodát érzi meg mindenki, aki idejön Mária Pócsra, hogy itt van valami a levegőben, amit nem tudunk igazán megmagyarázni. Most mi keresztények, katolikusok nyilván kegyelemnek, vagy Isten jelenlétének hívjuk, vagy az ég és a föld találkozásának hívjuk. Azt gondolom, hogy a megfogalmazás úgyis a kimondhatatlan próbálja megragadni, ezt meg kell tapasztalni. Na és akkor 1715-től döbbennek rá, és indul el a fejlődés, az zarándokoknak a Mária Pócsra érkezése, és a kegytemplomnak, a rendháznak az építése, ami aztán folytatódik, és szépen tart évszázadokon keresztül, 1905-ben is, amikor a harmadik könnyezés van, és ekkor már Mária Pócs gyakorlatilag gyönyörű kegytemplommal, hatalmas zarándok tömeggel, a Kárpát-medencei katolikusságnak meghatározó helye. És amikor nemzeti kegyhelyé válik, akkor már gyakorlatilag a 500 000-t meghaladja a Mária Pócs látogatóknak a száma,
És ezért az, ami Máriapós, hogy ezért, hát aki nem is tudja, hogy pontosan hol van, de hogy valahol valami információ van róla, hogy hoppá, Máriapócsról azért érdemes hallani. Az zarándok, ugye Szent Bazil rend férfi és női ága is ott van, nem? Igen. Mikortól? Hát gyakorlatilag a kezdetektől. Kezdetek. Az elején volt egy kis bunyó, elnézést kérjük a kifejezésért, mert a egri római katolikus főhatóság szívesebben bízta volna a ferences szerzetesekre a kegyhelynek a gondozását, de aztán a baziliták jöttek ki jól ebből a történetből, és egészen a II. Világháborúig ők gondozták a kegyhelyet, amikor aztán ők is arra sorsolódtak, mint több más szerzetes nem, hogy feloszlatták őket, és most indulnak szépen újra, most hál' Istennek több hivatás is van, és remélhetőleg a közében én felesleges is leszek, és akkor a bazilita rend át tudja venni a kegyhelynek a gondozását, igazgatását. Most azt, hogy te felesleges lesz, ez kizárt dolog. Kegyhelyigazgatóként. Nem, végül is ugye most mi az, amit ott találnak az emberek? Ugye ott van a kis fa templom, annak a eredetinek valahol a mása, jól mondom? Hát nem. Tegyük föl. Nem. Feltegyük, így jó. Mert gyakorlatilag semmit nem tudunk az eredeti fa templomról, azon kívül, hogy volt. Ennek igen. Írásos emlékei vannak. Rajz, leírás nincs róla. Tehát a most ott lévő fa templom az egy fantázia szüleménye, hogy ilyesmi lehetett. Nagy tévedés nincs benne, ez igen. Biztos, hogy igen. Nagy tévedés nincs. Tehát fából volt, és hasonló formájú lehetett, mert ez a típus, ez a kárpáti fatemplomoknak a típusa. És ez nagyon-nagyon jó, mert az ember el tudja képzelni, hogy mi történhetett ott, és hogyan, és mit láthattak, amikor a könnyezés, az első két könnyezés történt. És hát nyilván azért mégiscsak az életnek, a vallásos életnek a súlypontja a bazilikában van, a kegykép körül, ugyanakkor azért, ezt nagyon sokszor elmondom, nem tudom, hogy mikor ti ott voltatok, akkor beszéltem-e róla, hogy nem az istenszülő. Ezért nagyon jó, hogy maga a Máriapócsi ikon egy útmutató istenszülő. Mutatja az utat, hogy nem én, hanem a gyermek Jézus, illetve igen. A Szent Háromságos egy Isten, aki a csodákat teszi, aki az életünket, az üdvösséget adja. Az, hogy az istenszülő is eszközként járul ehhez, illetve a könnyezés, ez Istennek a gondviselése igen, és csodája. Hát a képen eleve arra mutatja a jobb kezével Mária, hogy az istenszülő. Na most ugye azt mondja, ez a fa templom az, ami ad egy történeti alapot, igen. Majd átmegy a látogató, a hívő, és megnézi a gyönyörű szép, most már 2009-ben felújított és újra felszentelt templomot. Igen. Illetve a valamikor mellette lévő, és valami, azt hiszem, budapesti szociális otthonként működő rettenetes állapotban lévő rendházat is gyönyörűen rendbe hozta az egyház, és ott is egy életet talál az ember, sőt, nagyon szép dolgokat. Igen. Erről egy-két gondolatot azért, hogy aki oda megy, akkor mit talál még? Én azt tartom a legszerencsésebbnek, hogyha a fatemplomban kezdik az ismertetést, ha befér a csoport, és akkor utána érdemes megnézni a gyűjteményt. Igen. Már az fizikailag is az van közel. A kegytemplom és a fatemplom között, és aztán pedig a csúcs a maga a kegytemplom, és hát az ikonnal való találkozás az úgynevezett értett kőzésben, amiben Isten és ember találkozhat egymással. Azt is azért mondjad el, hogy végül is zarándokház. Igen. Ez azt jelenti, hogy bárhonnan jönnek, külföldről vagy Magyarországról csoportok, mindegy, hogy diákok vagy felnőttek, itt végül is megtalálják nem csak ezt, amit mondasz, hanem itt kegytárgyakon kívül, itt alvás is, tehát szállás lehetőség is biztos. Nyilván összetett, mert minden társadalmi korosztályt és társadalmi réteget szeretnénk szeretettel fogadni Máriapócson. Nyilván akinek arra van igénye, az lelki gyakorlatra jön, aki kirándulni akar, azt is szeretettel fogadjuk, és reméljük, hogy zarándokként fog távozni Máriapócsról. Aki esküvőt szeretne, azt is szeretettel fogadjuk, erre is van lehetőség, ők is kapnak szállást is, rendezvénytermet, lebonyolítást, mi egymást. Tehát nagyon összetett a vendégeinknek a palettája. És arra törekszünk, hogy lehetőleg, hogy ez az instant világ, amelyben élünk, hogy tudjuk le gyorsan, hogy az egy órás zarándoklat, az
lehető legkevésbé uralkodjon el rajtunk. Tehát minél több időt töltsenek el Máriapócson, mert akkor fogja megtapasztalni azt, hogy itt Máriapócs nem véletlenül hívja a népének a csodák helyének. És ezért van az, hogy van csodák tornya, van Noé bárkája a gyermekeknek, van szállás lehetőség, kiajánljuk a nyírbátori sárkányfürdőt, hogy menjenek el fürdőzni, menjenek el az állatparkba, Nyíregyházára, akár több napra is. Akár több napra is. Így van. És hagyjanak időt maguknak. Igen. Több ezer vendégéjszakánk van nyilván egy év leforgása. Nem is tudom pontosan, hogy hány, hál' Istennek. És étkezéseket hány tudunk biztosítani. Hány embert tudtok egyszerre ellátni? Mondjuk. Tehát most ez nagyon mondjuk érdekes. Szállás szempontjából kulturáltan azt gondolom, hogy 100 főnek tudunk kulturáltan szállást adni. De volt már, hogy 400 embert fektettünk, de akkor nyilván mindenhol aludtak. Igen. Gyalogos rendokok, Kárpátalra jöttek éppen gyalogosok, tavalyi esztendőben is. És hát nekünk is van olyan padlástér, ahol tömegszállást tudunk adni, tehát ez igénytől, pénztárcától, hát mindentől függ. Az étkeztetés megint egy érdekes dolog, hiszen van, hogy több mint 1000 főnek adunk ételt és osztjuk, akkor nyilván nem étteremben és terített asztalnál, hanem kicsit tábori körülmények között, de gyakorlatilag nagyon szeretem, mikor a munkatársaim a felmerülő problémára azt mondják, hogy megoldjuk. És nem küldünk, igyekszünk nem elküldeni senkit, igen, hanem megoldjuk, ha kell, összéphúzódunk, ha kell, hát akkor nagyobb edényben főzünk, igen, ha kell, akkor ezt plusz munkaerőt hívunk be. Érzékeltem valóban azt, amikor mentünk egy busszal, ugye nyugdíjasokkal, és nem csak az, hogy te vártál bennünket, hanem mindenki olyan szeretettel fogadott, és én azt mondtam, hogy itt, mondtam az embereknek, itt lehet töltekezni elsősorban, de lehet költekezni is. Igen. A kegytárgyboltba azért sok minden olyan emléket vihettek, ami csak itt kaphatunk. Igen. És egy picit azért a további lelki töltekezésüket elősegítheti azok, amik ott vannak. Igen, még ez, hogy fogadtak benneteket, örömmel hallom, hogy ezt mondod. Nyilván azért egy rendszerben mindig vannak gyengébb pontok is, de Kárpátaljára hagyd térek vissza még egy pillanatra, hogy én hihetetlen sokat szenvedtünk a határtól. Többet mondok. Ha egy dolog van, amitől igazán szenvedtünk, az mindig a határ volt. A kiszámíthatatlansága az, hogy ha valakinél volt egy pecsét, akkor ő attól főnök volt, ha valakinek volt egy butykája, akkor az már nekem oda kellett menni és megalázkodni előtte. Ha ellenőrizte az autót, akkor reszkedtünk, hogy most mit fog találni, vagy mit keres, vagy szétszedi, vagy mi. Tök mindegy. És azt érzékeltük, hogy mi vagyunk értük. Én ezt próbálom az én munkatársaimnak, hogy testvéreim, akik ide jönnek, mi ő értük vagyunk. Csúnya szót mondok. Belőlük élünk. Azt, hogy ide jöjjenek, nektek azért lesz fizetésed hónap elején. Hát igen. Abból fogsz tudni fűteni, és ne csak ezért tedd, hanem te, amikor kiszolgálod a boltba, amikor elé teszed az ételt, amikor sepred a szemetet, amikor felveszed a telefont, akkor nem csak magadat képviseled. Te képviselsz engem is, képviseled az Istenszülőt, képviseled Jézus Krisztust, képviseled a metropolitát, képviseled a püspököt, és képviseled a Szent Háromságos Egyistent, és képviseled a katolikus egyházat. Hát igen. És ezt hál' Istennek vannak, akik megértik. Igen, hát ezt érzékeltem én azt, hogy bárhol voltunk, mindegy, hogy az étkezés, ugyanaz a szeretet volt mindenhol. Tehát ezt az egészet belengi a te szellemiséged és maga a helyiség szellemiség. Kikérem magamnak. Úgy kikérem magamnak. Mert végül is, amit elmondtál. Úgy kikérem magamnak, mint ahogy kikértem a missziót Kárpátalja kapcsolatban. Isten őriz, hogy én beleessek abba a hibába, hogy én azt gondoljam, hogy én 2 év alatt megváltottam Máriapócsot. Nem. Hát itt arról van szó, hogy egy rendszer, egy 300 éves csoda. Hát illetve hát, hogyha most nem beszélünk az elődömről, Kapin István atyáról, aki egy csodálatos szervező volt, sokkal ügyesebben folytatta az építkezéseket, mint ahogy én, azok az építkezések, ami az ő idejében történtek, akár a két templom felújítás, akár az Emmanuel háznak a megépítése, a családvárnak a megépítése, hát ez egy folyamat, ez nem úgy működik. Hát igen, ő ugyanezt képviselte, az ő elődje ugyanezt képviselte, és remélhetőleg az utódom ugyanezt fogja képviselni, és mindig vannak az ott maradók, akik ezt viszik tovább, hiszen ők képviselik az állandóságot. Hát én ehhez a munkához kívánok neked nagyon sok ugyanilyen szeretetet és
hogy is mondja, elkötelezettséget, mert végül is mindegy, hogy Ózd, vagy bárhol, benned mindig az van, hogy ahol vagy, ott kell úgy szolgálni, hogy maradjon a te ott lévő szolgálatról mindig is emlék, mert gondolom nagyon sok visszajáró barát és hívő tisztelt téged, úgyis, mint Orosz Istvánt, és úgyis, mint embert. Köszönöm szépen, hogy együtt lehettünk. Nagyon szívesen, én is köszönöm szépen a lehetőséget.